nem fogadta el az ügyészség ajánlatát annak a cégnek a vezetője, amelyik még 2022 nyarán tüntette el a vizet a Tarna folyóból, mert szőlőoltványokat öntöztek vele. Másfél éves felfüggesztett börtönt javasoltak ellene, a vád szerint természetkárosítás büntette miatt. Mint kiderült, a cégnek korábban volt vízkivételi engedélye, de az időközben lejárt. Ilyen volt a Tarna folyó medre, miután egy engedély nélkül épített mesterséges gáttal dúzasztották fel a vizet. Az így keletkezett kis tóból azután a vizet kiszivattyúzták, egy szőlőcsemetéket nevelő területre vezették, és ott öntöztek vele. Tarna vízfolyását teljes egészében homokzsákokkal, illetve fóliával megakadályozták, tehát feldúzzasztották mesterségesen a vizet, csak azért, hogy ki tudják szivattyúzni, és ugye a mezőgazdasági területet, ezt a szőlőoltványokat locsolták vele. Ami még ez mellett mélyen megdöbbentő, hogy azt a kis vizet, ami ezen esetleg átszivárgott, azt egy kisebb szivattyúval visszaszivattyúzták a duzzasztásnak a túloldalára, hogy még több vizet tudjanak kiszívni a medréből. A történtek miatt a területen gazdálkodó vállalkozás vezetőjét természetkárosítással vádolta az ügyészség. Vele szemben az ügyészség továbbra is végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kiszabását indítványozza. A cég vezetője az ellene felhozott vádakat beismerte, így másfél éves felfüggesztett szabadságvesztés lett volna az ítélet, ezt azonban nem fogadta el, így rendes tárgyaláson hoz majd döntést a bíróság. Féleképp azzal lennénk elégedettek, hogyha itt a vádlottak börtönbe kerülnének, hiszen rengeteg természeti katasztrófát okoztak, és tényleg több száz vagy akár több ezer állat is szomjan halatott attól, hogy ők úgy gondolták, hogy ezt a patakot ők le fogják csapolni. Korábban az ügyben vádolt férfi azzal védekezett, hogy a különösen csapadékhiányos 2022-es évben próbálták menteni a menthetőt, mert víz nélkül a területükön nevelt oltványok elszáradtak volna.